Köszöntöm nézőinket! Fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte az elmúlt szombaton az Inotai Kert Barátkör Egyesület. A civil szervezet 1963-ban alakult meg azzal a célkitűzéssel, hogy a fejlődésnek indult iparvárosban letelepült vidéki emberek számára biztosítson hivatalos keretek között közös platformot a kertészkedés népszerűsítésére. Az egyik várpalotai étteremben rendezett ünnepi eseményen az Egyesületben hosszú éveken keresztül végzett, lelkiismeretes munkáért többen is vehettek át emléklapot. Kertészkedj, művelődj, barátkozz. Ezt a szállóigét választották az Inotai Kertbarátok, amikor 55 évvel ezelőtt megalakultak. Ezt a jubileumot ünnepelt az Egyesület a Borharapó csárdában. Az 50-es évek elejére alakult a kis Pányakszaluból egy fejlett ipari város alakult. A rendezvényen a mintegy jelenleg 70 tagot számláló civil szervezet elnöke mondott köszöntő beszédet, amelyben elmondta az 50-es évek elején nagy fejlődésnek indult várpalota. Sok vidékről érkezett ember telepedett le a városban, közülük sokan vásároltak kertet és szőlőt műveltek. A 60-as évek elejére érett meg bennük az a gondolat, hogy hát kellene valamilyen szervezetet létrehozni, és ennek lökést adott az is, hogy a 60-as évek elején már az ország nagyon sok pontján alakultak ilyen civil szervezetek. Fölvették velük a kapcsolatot, és amikor már elég sok tapasztalatot gyűjtöttek, akkor ez a 10-12 ember elhatározta, és 1963. október 21-én hivatalosan is bejelentették, hogy megalakult az Inotai Kertbarátkör. A rendezvényen Katona Csaba alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket, melyben méltatta a civil szervezet tevékenységét. A városvezető reményét fejezte ki, hogy az Egyesület a jövőben is tovább fogja tudni adni a fiatalabb generációnak azt a szakmai tudást és tapasztalatot, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy egészséges élelmiszereket fogyasszunk. Én nekem egy kicsit fájdalmam is, és úgy hiszem minden alkalommal, amikor erről beszélünk, megemlegetjük azt, hogy a fiatalabb generáció sajnos nem vett át és nem követi. Persze az életmód felgyorsult, más a mindennapok. Viszont egy olyan dolog múlhat így el, amit én azt látom, hogy inkább el is múlik, ami szerintem fontos lenne a megőrzésre. A köszöntőbeszédek után emléklapokkal is utalmazták azokat, akik hosszú éveken keresztül lelkiismeretesen segítették az Egyesület munkáját. Ezt követően pedig egy zenés műsor, valamint jó hangulat a vacsora is várta a vendégeket. Fodrász és kozmetikus, cukrász, valamint egy burkoló szakember is tartott szakmai bemutatót az elmúlt pénteken az Inotai Tagiskola tanulóinak. Az eseményen a gyerekek megismerkedhettek az építőipari munka mellett, az erdészeti tevékenységekkel, valamint a mentők és autómentők munkájával is. Az elmúlt tanévben szülői kezdeményezésre szakma bemutatót tartottak a Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolájában. A rendezvény sikerén felbuzdulva a tantestület úgy döntött, hogy az intézmény egészére kiterjedően rendeznek pályaorientációs témanapot. Az elmúlt tanévben egy lelkes szülőpár kezdeményezésére tartottak szakmai bemutatót a végzősöknek a Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolájában. A hanvas házaspár külhoni tapasztalatokra alapozott kezdeményezésének sikerén felbuzdulva, a tantestület úgy döntött, hogy idén az intézmény egészére kiterjedően rendeznek pályaorientációs témanapot. Pont a szakmák napja van a mai nap. Nagyon fontosnak tartjuk. Tavaly már volt egy ilyen kezdeményezés, hogy a központi programokon kívül nagyon lelkes szülők eljöttek, és a 8. osztályosoknak tartottak egy-egy szakmából bemutatott, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt kiszélesítjük, és a mai napot arra áldozzuk, hogy az alsósok és a felsősök megismerjenek jóval több mesterséget. Rendhagyó módon a lelkes szülők jönnek és mutatják be, illetve ismerősök, és a kicsik pedig ismerkedjenek egy picit a rendvédelmi szerveknek a munkájával, illetve a mentésben résztvevő embereknek a munkájával. A szülők és a tantestület ismeretségi köréből kikerülő szakemberek, valamint a rendvédelmi szervek képviselői is felvonultak az iskola épületében és udvarán berendezett bemutató helyszíneken, hogy alternatívákat kínáljanak a gyerekeknek a pályaválasztáshoz.
a gyerekeknek nem csak ilyen homályos elképzeléseik vannak arról, hogy mondjuk egy burkoló mit fog csinálni, hanem pontosan meglátja. El tudja a burkoló mondani ezeknek ennek a szakmának a szépségét, vagy éppen a hátrányait, mire kell nagyon odafigyelni. De ugyanezt mondhatom egy cukrászról, egy fodrászról, kozmetikusról. Hanvas gróf Szabina a fodrászat, Kovács Anita a kozmetikus szakma rejtelmeibe avatta be a felső tagozatos lányokat. Koroknai Viktóriától a cukrászatból kapta kízerítőt a hölgyek, amíg a fiúk Hanvas Gábor segítségével az építészettel, míg Bokor Ferencio voltából a burkoló szakmával ismerkedhettek meg. Az autómentők mindennapjait Gáspár János mutatta be a gyerekeknek. Az erdészet tevékenységéről a Verga ZRT, a mentők munkájáról a várpalotai mentőállomás munkatársai adtak bemutatót. A rendvédelmi szerveket a honvédség, a rendőrség és a katasztrófavédelem képviselte az Inotai Tagiskola pályaorientációs témanapján. A gyerekek váltó rendszerben fél óra váltással mennek egy-egy helyszínre, szépen mindegyiket váltószerűen, és a nap végén pedig a tűzoltóságnak egy bemutatójával fog zárulni, amikor is a tűzoltóság megmutatja a munkáját, illetve egy kis tűzoltási bemutatót. Az iskola intézményvezetője elmondta, igyekeznek olyan, a klasszikus oktatási formákból kitekintő elfoglaltságokat szervezni a tanulóknak, amelyeken észrevétlenül játékos formában sajátíthatnak el komoly ismereteket. A Gerard Tető várpalotai félmaraton kísérő rendezvénye volt Rubin Tréka alakreform edzése is az elmúlt szombaton. A fitnessedző több éve járja az országot és eseményein igazi tömegeket mozgat meg. A 60 perces közös testmozgás alkalmával a Gágyula városi sportcsarnok is megtelt a tréning iránt érdeklődőkkel. Rubin Tréka szerint egészségtudatosan élni az egyik legmegfizethetetlenebb érték, amit az ember magáénak tudhat. Rubin Tréka az elmúlt év során járt először Várpalotán alakreform edzésével. A tavalyi évhez hasonlóan idén is megtelt a Gágyula sportcsarnokat tréning iránt érdeklődőkkel. Hasonlóan, mint tavaly, most is egy rendkívül lelkes, édes, aranyos energiával teli tornázó közönség fogadott, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. Annak ellenére, hogy a Fit Arénáról érkeztem, tehát már egy edzésen túl vagyok, ott is rengeteg energiát adtam le, de kaptam is, és ez most is elmondható, hogy ilyenkor, amikor megyek haza, csak mosolygok az autóba, és aztán ezt az energiát tudom az otthoniaknak is, a családomnak vinni és adni. Az edző szerint évről évre nő azok száma, akik valamiféle sportot űznek. Rubin Tréka küldetésének is érzi, hogy minél több embert megszólítson. Azt vallja, hogy a sportnak köszönhetően új energiákat nyerhet az ember. Az ember, hogyha valamiben hisz, és ezt óriási nagy lelkesedéssel át tudja adni azoknak, akik érdeklődést mutatnak, akkor ez a vonzás törvénye. Egyre többen és többen és többen érdeklődnek a sport iránt, illetve bízom abban, hogy eljut az emberekhez az az üzenet, amit én szeretnék a mozgás által átadni és közvetíteni, hogy sportolni mindig a mozgás szeretetére sportoljunk, azért, hogy a bennünk lévő energiák ki tudjanak cserélődni. Azt szoktam mondani, hogy az embernek a sportcipőjében minden benne van, amire szüksége van, hiszen ha bánatos vagy, ha örömér, akkor húzd fel a sportcipőd, és üzd, csináld azt a sportot, 10 percig, 15-20 percig, amit szeretsz, mert azok az energiák, amik benned vannak, egészen ki fognak cserélődni, és mondhatni azt, hogy 20-30 perc edzés után egy teljesen más ember fog a tükörbe visszanézni.
Rubint Réka az edzések alkalmával személyes tapasztalatait is megosztja a résztvevőkkel. Várpalotán a teljesítmény értékelését és a pillanat megragadásának a fontosságát hangsúlyozta. Nagyon fontosnak tartom elmondani az embereknek azt, hogy merjék szeretni önmagukat, merjenek bízni önmagukban, hiszen ahhoz, hogy elérjék a céljaikat és megvalósítsák az álmaikat, ahhoz egyetlen egy emberben kell, hogy maximálisan megbízzanak, és az önmaguk. És nagyon fontos értékelni a teljesítményt. Teljesen mindegy, hogy milyen teljesítményről beszélünk, nem feltétlenül kell sporttevékenységről beszélni, mert hajlamosak vagyunk minden másra figyelni, csak arra nem, amit mi magunk elértünk. És ezért van az nagy részt, hogy mindenki hajszol valamit, mert elfelejti értékelni és megélni azt a pillanatot, amiben éppen van. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szeretteinkre, megéljük a pillanatokat, mert a pillanat az lehet, hogy ma van, és a következő pillanatban már nincs. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak óvni és védeni a legféltettebb kincsünket, az egészségünket, hiszen ha egészségünk nincs, akkor semmink nincs. Lehet gyönyörű szép családunk, szuper munkánk, lehetünk szépek és boldogok, ha egészségünk nincs, akkor az egyedüli dolog, amit nem tudunk megvásárolni, csak óvni és védeni az az egészség. Sima! Az Alakreform program 2010-ben indult útjára. Ahogy Rubint Réka mondja, akkor egy álom volt, ami a mai napra egy misszió lett. A Presszót látálkodásunkat most a Gázfröccs autós magazinnal folytatjuk, ezt követően pedig a Globo Portré jelentkezik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét és jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!